ki most játszani tud, és annak ellenére, hogy családos ember bevállalta, hogy beugrik, szóval én nagyon hálás vagyok neki, szóval tőlem 4-8-kor is ide jöhet, én még akkor is hálás vagyok neki. Szóval ő fogja ma vezetni a dicsőítést, és az jó lesz az alkalom. Mennyi atyám, én köszönöm neked azt, hogy itt vagyunk együtt, és hogy neked jó terveid vannak, Uram, és hogy ahogy belépünk a te házadba, megnyugodhatunk, Uram. Még a fejünk tele van sok mindennel, Uram, ami az életünkhöz tartozik, de én köszönöm, hogy lehet egy hely, ahol nem kell, sőt, te kifejezetten kéred, hogy ne hordozzuk az életünk terheit, hogy rakjuk le az életünket te elét, hogy menjünk oda is, nyugodjunk meg nálad. Te vagy az, aki megnyugvást adsz. És Uram, mi szeretnénk tényleg abba hagyni azt, hogy próbáljuk megmenteni az életünket. Futkorászunk körbe-körbe, próbálva összetartani az életünket. De ma este szeretnénk megállni, és csak rád tekinteni, arra, aki te vagy, amit te teszel ezen a világon, hogy te vagy az Úr, te vagy a világmindenség teremtője, hogy te vagy az, aki a szavaddal tartod össze a világmindenséget. Te hogy ne lennél képes arra, hogy a mi kis életünket egybe tartsd. Uram, add, hogy a mi beszűkült, korlátolt gondolkodásunk, a látásunk kinyíljon, és meglássunk téged, Uram, ma este. Árasz ki a lelkedet, és mi imádni és dicsőíteni akarunk, nem egyszerűen egy vallásos feladatként, hanem azért, mert meglátunk, milyen vagy. Kérlek, ezért nyisd meg a szívünknek a szemeit. Legyen áldott a te neved, Uram. Amen. Amen. Dicsőítsünk.
szent, látnom kell téged. Jézus szent vagy, szent, szent, szent vagy, Jézus szent, szent, szent vagy, szent, szent, szent vagy, látnom kell téged. Szent vagy, szent, szent, szent vagy, szent, szent, szent vagy, szent, szent, szent vagy, látnom kell téged. Jézus, Jézus, szent vagy, Isten felkentje. Feltámadt, felmagasztalt Jézus, a neved ajkannak, mint a méz, a lelked szívemnek forrásvíz. Az ígéd lába előtt lámpás, szeretlek téged, Jézus. Jézus, Jézus, szent vagy, Isten felkentje. Szent vagy, Isten felkentje, Jézus, 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 feltámadt, felmagasztalt. Jézus, a neved ajkannak, mint a méz, a lelked szívemnek forrásvíz. Az ígéd lába előtt lámpás, szeretlek téged. Szívemnek forrásvíz, az ígéd lába előtt lámpás, szeretlek téged, ó Jézus, szeretlek téged, ó Jézus, szeretlek téged. Yeah.
szavak mondhatnák el az Isten szerelmét. Micsoda képpel festhetnénk le, amit érez felé. Istenem, ha minden dal a földön rólad zenne, nem fejezhetnék ki a szeretetet, ha a világ minden könyve rólad szólna, nem tudná leírni a kegyelmet, amíg élek, amíg lélegzek, neked éneklek, mert megmentettél, és amíg száz évig járnám a földet, nem találnék nagyobbat ennél a szeretetnél. Ez a szeretet csak egy helyről árad, az Atyától felé. Istenem, ha minden dal a pöllön rólad zengne, nem fejezhetnék ki a szeretetet, ha a világ minden könyve rólad szól. Amíg lélegzek, neked éneklek, mert megmentettél, és amíg száz évig járnám a földet, nem találnék nagyobbat ennél a szeretetnél, a szeretetnél. És a kereszten helyettem szenvedtél. Köszönöm, hogy szerettél, és a szerelmeddel szabaddá tettél. Most már nem engedlek el, a lelkem ragaszkodik hozzád. Szeretek énekelni rólad, magasztalni neved, ó, jó vagy hozzám. Kiválasztottál, szívem lángra gyúlt a állat, azért, amit tettél, magadhoz mondtál, életet adtál nekem. Köszönöm, hogy kerestél, és nem adtad fel, míg tiéd nem lettem én. Köszönöm, hogy bennem élsz, és napról napra benned élhetek én. Uram, nem engedlek el, a lelkem ragaszkodik hozzád. Szeretek énekelni rólad, magasztalni neved, ó, jó vagy hozzám. Kiválasztottál, szívem lángra gyúlt a állat, azért, amit tettél, magadhoz vontál,
életet adtál nekem. Most már nem engellek el a lelkem, ragaszkodik hozzád, most már nem engedlek el a lelkem, ragaszkodik hozzád, most már nem engedlek el a lelkem, ragaszkodik hozzád, most már nem engedlek el a lelkem, ragaszkodik hozzád, szeretek énekelni rólad, magasztalni neved, ó jó vagy hozzám. Életem, örökké dicsérlek téged. Istenem, életem, örökké dicsérlek téged. Istenem, életem, Istenem, életem, örökké dicsérlek téged. Istenem, életem, örökké dicsérlek téged, Istenem, életem, Istenem, életem, örökké dicsérlek téged, ó, Istenem, ó, életem, örökké dicsérlek téged, ismertél, ismertél, születtem. Azt is tudod, meddig dobog még szívem. Te vagy apa és omega, kezdet és vég. A szívem csak érted ég. Istenem, életem, örökké dicsérlek téged. Istenem, életem, Istenem, életem, örökké dicsérlek téged. Istenem, életem, örökké dicsérlek téged. Ó, Istenem, Istenem, életem, örökké dicsérlek téged. Kezedbe tettem, kezedbe tettem teljesen a lelkem, egyedül csak benned nyugszik meg szívem. Te vagy alfa és omega, kezdet és vég, szívem csak érted ég. Istenem, életem, örökké dicsérlek téged. 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 Kezedbe tettem, kezedbe tettem teljesen a lelkem, egyedül csak benned nyugszik meg szívem. Te vagy apa és omega, kezdet és vég, a szívem csak érted ég. Istenem, életem, örökké dicsérlek téged.
Istenem, életem, örökké dicsérlek téged. Olyan Istenem, életem, örökké dicsérlek téged. Életem, örökké dicsérlek tündöklő király, fényel ragyog rád, hadd örvendjen a föld, örvendjen a föld. Fényben lakozik, sötét eltűnik, hangjára megremeg, a szól az megremeg. Mi nagy vagyunk, énekeljük, nagy vagyunk, mind meglátjuk, nagy. Mi nagy vagyunk, mi nagy vagyunk, énekeljük, nagy. Látjuk nagy, mi nagy vagy, Urunk. Tündöklő király, ő tündöklő király, fényel ragyog rám, hadd örvendjen a föld, örvendjen a föld. Ő fényben lakozik, a sötét eltűnik, hangjára megremeg, a szól az megremeg. Mi nagy vagy, Urunk, énekeljük, nagy vagy, Urunk, mind meglátjuk, nagy. Mi nagy vagy, Urunk, méltó nagy neved, méltó nagy neved, minden nép felett, a szívük át, mi nagy vagy, nagy vagy, Urunk, énekeljük, nagy vagy, Urunk, mind meglátjuk, nagy, mi nagy vagy, Urunk, méltó nagy neve, méltó nagy neve. Urunk, énekeljük, nagy vagy, Urunk, mind meglátjuk, nagy, mi nagy vagy, Urunk, mi nagy vagy, Urunk, mi nagy vagy, Urunk, énekeljük, nagy, Urunk.
atyuknak, mi nagy vagy, Urunk. Valóban nagy vagy Istenünk, és hatalmas, és rajtad kívül nincs más Isten. És ezért dicsérünk, és szeretnénk egész életünkkel és egész valónkkal dicsérni téged, atyánk, és szeretnénk, ha tiéd lenne az egész életünk. Köszönjük a te kegyelmedet, olyan drága, és olyan jó a te kegyelmed, és te kegyelmedben élni. Megkértek arra, hogy ne legyen nagyon sok új ének. Ezért csak kettő nagyon-nagyon egyszerű dalt hoztam nektek, amit lehet, hogy már ismertek is egyébként, lehet, hogy angolul, vagy esetleg más fordítással, de nem én fordítottam őket. Nagyon egyszerűek és nagyon könnyen megtanulhatóak. Tett értem szent kezed. Mi nagy vagy, Uram, mi gyöngéd a szíved. A lelkem utána reped, imádom neved. Mi nagy vagy, Uram, mi nagy vagy, Uram, mi drága kegyelmed. Mi nagy dolgokat tett értem szent kezed. Mi nagy vagy, Uram, mi gyöngéd a szíved. A lelkem utána reped, imádom neved. A szereteted az egeknél is feljebb ér, mert megkerestél, és szabaddá tettél. Mi nagy vagy, Uram, mi drága kegyelmed. Mi nagy dolgokat tett értem szent kezed. Mi nagy vagy, Uram, mi gyöngéd a szívem. A lelkem utána reper, imádom neved. A szereteted az egeknél is feljebb ér, mert megkerestél, és szabaddá tettél. A szereteted az egeknél is feljebb ér, mert megkerestél, és szabaddá tettél. Mi nagy vagy, Uram, mi drága kegyelmed. Mi nagy dolgokat tett értem szent kezed. Mi nagy vagy, Uram, mi gyöngéd a szíved. A lelkem utána reped, imádom neved. A lelkem utána reped, imádom neved. A lelkem. A lelkem utána reped, imádom neved.
teljes lényemet, én benned rejtem el. Jézus, drága Jézus, teljes lényemet, én benned rejtem el. Vágyaim célja, céljaim, terveim, mindent átadom a kezedben nagyon. Vágyaim, céljaim, terveim, mindent átadom a kezedben nagyon. Mert te általad a szívem már szabad, mert te általad a szívem már szabad. Jézus, drága Jézus, átadom magam, mert oltalmam te vagy. Jézus, drága Jézus, Jézus, drága Jézus, teljes lényemet, teljes lényemet, én benned rejtem el. Jézus, drága Jézus, teljes lényemet, én benned rejtem el. Mert átad, mert te Jézus, drága Jézus, átadom magam, mert oltalmam te vagy. Nem értem és nem látom át Isten tervét és szándékát. Csak azt tudom, hogy a jobbján ott van az én megváltom. Abban bízom, mit szavamon Krisztus meghalt, hogy megváltson. Szívem is vágyik rá nagyon, hogy ő legyen megváltó. Adta királyi helyét, hogy meghalljon egy bűnösét. Én sem értettem régen még, míg ő nem lett megváltó. Ő megváltóm és Istenem, ki örökké szeret engem. Ő életem és mindenem, ki örökké itt van velem. Ő megváltóm és Istenem, ki örökké szeret engem. Ő életem
és így lettél megváltó. Elhagyta királyi helyét, hogy meghalljon egy bűnösét. Én sem értettem régen még, míg ő nem lett megváltó. Ő megváltóm és Istenem, ki örökké szeret engem. Ő életem és mindenem, ki örökké itt van velem. Ő megváltóm és Istenem, ki örökké itt engem. Ő életem és mindenem, ki örökké itt velem. Ő megváltóm és Istenem, ki örökké szeret engem. Ő életem és mindenem, ki örökké itt van velem. Ő megváltóm és Istenem, ki örökké szeret engem. Ő életem és mindenem, ki örökké itt van velem. Ő megváltóm és Istenem, ki örökké szeret engem. Ő életem és mindenem, ki örökké itt van velem. Ő megváltóm és Istenem, ki örökké szeret engem. Ő életem és mindenem, ki örökké itt van velem. Ő megváltóm és Istenem, ő megváltó és Istenem. Ő megváltóm és Istenem, ő megváltó. Ő megváltóm és Istenem, ő megváltóm és Istenem, ő megváltóm és Istenem, ő megváltóm. Közel a nap, vár a világ mindenség. Az igazság győz, a teremtés is megújul. Villanás, s meglátjuk őt felhőben. Mennyasszonyáé, visszatér a vőlegé. Kürt hangjazán, és aki hűvé feltámad, örökké él, a gonosz nem pusztít többé. Megváltott test, halhatatlanságba öltözik. A harcnak vége, a halált elnyelte az élet. Elénk jön majd felhőben, csodáljuk színről színre. Letörli könnyű fájdalom, nincs többé. Dicsősége ránk ragyog, hasonló jelenléte velünk lesz örökké, örökké. Emelt hát fel tekinteted az ég felé, ha bár nem látod, késik el ígéreted. A szenvedés csak pillanat, és nincs többé.
fájdalom díj, ezért az örök dicsőség. Elénk jön majd felhőben, csodáljuk színről színre, letörli könnyű fájdalom, nincs többé. Dicsősége ránk ragyog, hasonlóvá válunk hozzá, szent jelenléte belünk lesz örökké. Ővé feltámad, örökké él, a gonosz nem pusztít többé. Megváltott test halhatatlanságba öltözik, harcnak vége, a halált elnyelte az élet. Elénk jön majd felhőben, csodáljuk színről színre, letörli könnyünk fájdalom, többé. Dicsősége ránk ragyog, csodák színe, szent jelenléte velünk lesz örökké. Letörli könnyű fájdalom, nincs többé. Dicsősége ránk ragyog, hasonlóvá válunk hozzá, szent jelenléte velünk lesz örökké. Jelenléte velünk lesz örökké, szent jelenléte velünk lesz örökké, 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 örökké. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy van reménységünk. Van reménységünk elsősorban abban, hogy te meghaltál a kereszten értünk, és van bűnből szabadulás. És ezáltal van örök élet, és van út a mennybe, van bejutás a mennybe, van szabad ajtó, kapu, amit te kitártál a kereszten folyt vére által. Köszönjük neked, Atyánk, és ezért dicsérünk téged, és kérünk, hogy formáld a mi életünket, formálj most minket a te szent lelked által, formálj most minket a te ígéren keresztül is. Használ a te ígéret, hogy közelebb kerülhessünk hozzád. Amen.
Amen. Foglaljatok helyet. Még egyszer nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. If you need translation, if you speak English and you need translation, if you come often to our services, Sunday night services, you know what to do. But if you, it's the first time you are here, there is a lady back there and she can give you radios and headsets. We won't have translation from the front, from the pulpit. Van pár bejelenteni való. Az első bejelentés, fontos bejelentés, hogy nekünk vannak hétfő esténként is alkalmaink, és ezeknek volt egy kis téli szünete, ezek holnaptól kezdve elkezdődnek, ezek hitmélyítő alkalmak. Az Efézusi levelen mennek keresztül ilyen jó mélyen, verstől versre. És most épp az Efézusi levél 6. fejezetén mennek keresztül, tehát a szellemi téma, a szellemi harc a téma. Szóval, hogyha érdekel benneteket, ez hétfőnként 6 órától van itt a gyülekezetben. Ugye tudjátok azt, hogy van egy felekezetközi böjti időszak, most 3 hétig, böjt és ima időszak, amiben nagyon-nagyon sok keresztény Budapesten és Magyarországon becsatlakozott, a mi gyülekezetünk is többek között. És ha még erről nem hallottatok, csak gyorsan elmondom, hogy ez arról szól, hogy 3 héten át minden héten más témákért imádkoznak egységesen különböző gyülekezetek, és van egy irányvonal, de nagyjából minden gyülekezet szabad, sőt, igazából minden ember szabad úgy csatlakozni, hogy a szíve Isten, ahogy szívét Isten indítja. És az első héten a téma a saját életünk, meg a családjaink, második héten a gyülekezetünk élete, a harmadik héten meg egész Magyarország, az egész magyarországi egyház, meg az összes magyar ember a téma, és ezekért a témákért fogunk imádkozni. A böjt az úgy néz ki, hogy mindenkinek a lelkismérétére van bízva, az irányelv az az, hogy sokan az első héten teljes léböjtöt tartanak, szóval lehet, hogy jövő hét vasárnap este sok sovány ember fog jönni már vasárnap estére, ami amúgy, akár hiszitek, akár nem, egészséges is. Ugye ezt a nagy okosok elmondják, hogy ilyet nagyon egészséges csinálni, hogyha az ember nem lelki okokból teszi akkor is. És a következő 2 hétben meg édesség és hús nélküli lesz. Ez a dánieli böjt. Nem tudom, miért rólam nevezték el. Nem rólam nevezték el, de szerintem ez jó poén volt. Tehát köszönöm szépen. De valakinek ez még durvábban hangzik, mikor nem eszek semmit, hogy édességet nem eszek, de hát ez komoly odaszállás. Tehát, hogyha van kedvetek ilyen módon beszállni, akkor hajrá, ez ma kezdődött, valaki csak holnap kezdi, például én, mert különben leájulnék innen a pulpitusról, hogyha már ha böjtöltem volna, én holnap kezdem el. És ezen felül, aki akar, amivel akar, becsatlakozhat. Tehát, hogyha egyszer te véletlenül az egyik nap böjtölsz a következő 3 hétben, akkor tudhatod, hogy ez nem ér kevesebbet. Ez is bekapcsolódás valami nagyban, amit Isten végez. És éppen ezért, hogyha már csak egy napot akarsz böjtölni, akkor kitaláltuk, hogy a gyülekezetben mindenki, ha egy napot szeretne böjtölni, minden héten szerdán fog, aki csak tud böjtölni. És a szerdai alkalmakon, mert nekünk van egy gyülekezeti alkalom 7-től, meg 5-től és 7-től, alapból imádkozni is fogunk a témákért. Tehát azok olyan alkalmak lesznek, amiben lesz sok imádság. De ha érdekel benneteket, ha van nálatok jegyzett füzet, akkor elmondom gyorsan, amit én tudok ajánlani az imádság területén. A következő 3 hétben van egy... elfelejtettem megkérdezni a pontos címet. Ki tudja, hogy a nyomelnek mi a pontos címe? Kövér Lajos utca 50? 21. 23. 25. Először, viszont másodszor. 21-23, vagy 21-25, vagy... 21-től 25-ig, az végig. Van egy nagy gyárépület, ahol nagyon vezet titeket a lélek, akkor megtaláljátok a gyülekezeti termet. De tényleg, ahol az élőige, meg a szabad keresztény gyülekezetnek van egy terme, és ott a következő 3 hétben, figyeljetek, minden reggel 6-tól, van egy ima alkalom 6-tól 8-ig, és este 6-tól 8-ig, és az egyik ima alkalmat természetesen az estieket, a Sisi fogja vezetni, a hétfői alkalmakat, tehát véletlenül sem a reggelieket. Tehát, hogyha akartok esetleg más gyülekezetekkel együtt imádkozni, meg tudom, hogy itt vannak olyanok is, akik esetleg épp oda járnak, oda elmehettek, de ha mégis szeretnétek valami ismerős arcot látni, akkor valószínűleg Sisi hétfőn esténként ott lesz. Ha visszaérkezik holnap, meg most elutazott, még nem érkezik vissza holnap. Holnap még nem. De a jövő héttől kezdve, vagy a következő héttől kezdve Sisi ott lesz.
Itt a gyülekezetben a szerdai alkalmak azok biztos, hogy olyan alkalmak lesznek, ahol imádkozunk a témákért, és itt vasárnap este, ezt amúgy is mondom a 3 hetes bőjtől függetlenül, hogy 6-kor van egy ima alkalom, amire mindenkit bátorítok, hogy jöjjön el, különösen most. Tehát 6-kor itt az alsó teremben van egy ima alkalom, 6-tól 7-ig, és ezen felül péntek esténként is lesz ugyanitt az oldalsó teremben 6-tól 7-ig egy ima alkalom, amit mi szervezünk. Tehát, hogyha csak nem akartok nagyon kimozdulni ebből az épületből, akkor vasárnap, szerdán és pénteken lehet 6-tól itt imádkozni. Értető volt? Mindenki tudja, mikor hova kell menni? Jól van. Az utcsó bejelentés pedig az, hogy 2 hét múlva lesz egy vendégzenekarunk, a BPA Gospel Team, és ez egy nagyon jó kis koncert lesz, nagy hangzavarral, tehát akkor lesznek dobok is, és basszus, gitár is, tehát ez január 23-án lesz, ha jól számolok, igen, 2 hét múlva. És ezzel azt hiszem be is fejeztem a bejelentéseket. Ebben az évben a tanítások egy kicsit új irányt vesznek, mert szeretnénk elkezdeni tematikus tanításokat csinálni, tehát egy-egy témát kivesézni. Olyan témát, amiről úgy gondoljuk, hisszük azt, hogy itt egy ilyen társaságban mindenkit érint. Itt nagyjából úgy kb-re úgy egy korosztály vagyunk helyel közel, de amúgy is próbálunk olyan általános témákról beszélni, ami azért mindenkit érint, aki már felnőtt, aki nem gyerek. És fontos tudni azt, hogy a Biblia az igazából nem csak a keresztény életről szól. Tehát mi nem a vallásos életünkről szól a Biblia, hanem az életről magáról. Tehát a Teremtő írta, és a teremtésről szól, és segít a teremtményeknek úgy élni, ahogy kell. Ezért mindenki számára érdekes lehet, nem csak számunkra, keresztények számára. És szeretnénk olyan témákról beszélni, ami mindenkit építhet. Olyan embereket is, akik csak bejönnek az utcáról, és hallgatják azt, hogy Isten mit gondol az életről és az életnek egyes területeiről. És különböző sorozatokat, lehet, hogy egy témáról egyet fogunk tanítani, valamelyikről 4-et, de sorozatokat fogunk indítani, amiben lehet, hogy vendégtanítókat hívunk, de megpróbálunk olyan témákról beszélni, amik az életről szólnak, a mindennapi életről. És az első témakör az a jellem lesz, az ember jelleme. Mi ezt meg fogunk hívni egy vendégtanítót, aki jövő héttől kezdve 3 hétig fog tanítani, aki egy a szívünkhöz közel álló ember, Paul Langnek hívják, a Biblia iskolába tanít, még mindig, minket is tanított. És ő volt az az ember, akinek ez volt a specialitása. A férfi órákat tartotta, tehát ő kőkemény férfi alkalmakat tartott, és nagyon gyakran, amikor ő beszélt, akkor ő megfogott egy-egy bibliai embert, és beszélt ő róla. És valahogy úgy tudta ezt megtenni, hogy ahogy mi ültünk és hallgattuk őt, az volt bennünk, hogy mi vágyunk ilyen embereknek lenni. Én emlékszem, annyiszor megtörtént velem, hogy őt hallgattam, de még a férfi órákon túl is, ő egyszerűen az apostolok cselekedetéből tanított. És hogy hallgattam őt, azt mondtam, hogy milyen akarok lenni, mint ez a valaki, akiről éppen beszél. Őt fogjuk meghívni, és remélem, hasonló hatással lesz rátok is. De fontos tudni, hogy valahogy Isten országa így működik, hogy Isten példákat ad elénk. Nem csak alapelveket mond nekünk, hanem példákat ad elénk. Az életbe is, meg a Bibliába is, amikre tekintve bennünk kialakulhat egy vágy, hogy igen, én szeretnék ilyen lenni, én szeretném ugyanezt megélni. Szeretném, hogyha az életemben ezek és ezek a dolgok ott lennének. Sajnos a jellem szóval kapcsolatban a legtöbb embernek nem annyira az izgatottság jut eszébe, hanem sokkal inkább a kioktatás, megfeddés, ledegradálás, elvárások, meg ezek a szavak asszociálnak a jellem szóhoz. Ez azért van, mert sokak életében mondjuk a családtól, vagy az iskolától, vagy a munkájunktól, vagy akár a gyülekezetünktől, hogyha mi keresztényként nőttünk föl, megkaphattuk sokszor azt, hogy milyenek vagyunk, és milyennek kéne lennünk, nem?
Sok kioktatást lehet hallani az életünk során arról, hogy milyen egy tisztességes ember, és általában ezek a kioktatások mindig olyan kontextusban hangzanak el, hogy mi nem vagyunk azok, és kicsit össze kéne szednünk magunkat, hogy olyanok legyünk. Ezért sokak szívében, ha jellemről van szó, ha jellemszót kimondom, akkor valami egyből összerezzen. Na most jön a lelki fröccs. Majd most jön a kioktatás. Na most el fogják nekem papolni, hogy milyennek kéne lennem, jönnek az elvárások, és akkor az emberbe előjönnek ilyen automatikus reakciók. Attól függ, hogy milyen védekezési mechanizmusokat alakított ki. Valaki elutasító és lázadó lesz, na menjünk mindenki a fenébe. Valaki a megfelelési kényszerét hozza föl, oké, meg fogom csinálni, megcsináljuk, ez az, csináljuk. Valaki befordul, én sose leszek ilyen. És meggyőzi magát, hogy ez annyira esélytelen, hogy kár görcsölni is. És ez mind azért alakítottuk ki, mert már untuk a sok elvárást. De én most szeretnék a jellemről egy egészen más kontextusba beszélni, és ez egy bevezető alkalom lesz ahhoz a sorozathoz, amit majd a Paul fog tanítani. Szeretnék rávilágítani először is arról, hogy lehet az emberben egy egészséges vágy a jellemünk megváltozásával kapcsolatban. És ez fontos látnunk. És szeretnék arról beszélni, hogy Istenben is van egy nagyon egészséges vágy a mi jellemünk megváltozásával kapcsolatban. És hogy ez mit okoz, milyen eseményeket okoz a mi életünkben. Maga a jellem, hogyha le akarjuk írni, hogy mit jelent ez a szó, nem tudom, hogy jó definíciót mondok, ki lehet javítani utána, de én azt gondolom, hogy a jellem az, ami igazából leírja, aki te valójában vagy úgy belül. Én így egy hasonlattal tudnám leírni ezt. Ugye, főleg manapság, az, hogy valami ennek látszik, az nem biztos, hogy elmondja, hogy annak a belső kvalitása milyen. És akármilyen anyagról van szó, az egy dolog, hogy néz ki. Most már a filmiparban csinálnak olyan anyagokat, amiről elhiszed, hogy ez egy vasdorong, de közben hungarocellből van. És a jellem az igazából az, ami megmutatja, hogy a jellem a belső tulajdonsága annak a valaminek, annak az anyagnak. Ha építesz egy széket, lehet ezt többféle fából építeni, és vannak olyan fa anyagok, amikből ha építesz egy széket és ráülsz, az egyből széttörik, és nem kell nagyon túlsúlyosnak lenned hozzá. De vannak olyan fa anyagok, például az akácfa. Kipróbált már akácfát elvágni, emlékszem, még gyerekkoromban a telkünkön kellett kivágni, földarabolni karókat tűzifának, és az akácfát nem lehet elvágni. Tehát én legalábbis akkoriban úgy gondoltam, hogy ez lehetetlen. Ütöttük, vágtuk, és kőkemény ilyen karók voltak. És a jellem az, ami igazából a te belső tartásod, a te belső tulajdonságod. Valaki egyszer úgy fogalmazta meg, hogy a jellem az az ember, azt az ember... Tehát elkezdem újra ezt a mondatot. A jellem nem a nyelvtan, hogy ez meg van. Tehát a jellem az a részed, akit te akkor vagy, amikor senki sem lát. Hogy te milyen vagy akkor, amikor senki nem figyel. A valódi éned. A valódi tartásod. Nem azt, amit mutatsz magadról, hanem amilyen te vagy. És lehet bennünk egy igazán erős jellem iránti vágy, ami egészséges és minden károsztatástól mentes. A Bibliában van egy ilyen mondat, méghozzá Róma 8:1-ben, hogy nincsen semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. És ezt komolyan kéne vennünk. Tehát ez egy igazság, amit Isten talált ki, és nem mi. Nincsen károsztatás Isten országában. Lehet úgy vágyni arra, hogy másmilyenek legyünk, hogy közben nem károsztatom magam azért, amilyen vagyok. Ezt még egyszer elmondom. Lehet vágyni arra, hogy másmilyen legyek, úgy, hogy közben nem károsztatom magam arra, azzal, amiatt, hogy milyen vagyok. Lehet bennünk egy egészséges vágyakozás arra, hogy egy gerinces, erős, szilárd emberek legyünk, akiknek nem kell szégyelni magukat, ha a tükörbe néznek. Nem kell szégyenkezniük a cselekedeteik miatt. Van egy nagyon jó rész a Jakab első levelében, Jakab levelének az első fejezetében, 22. verstől olvasom. Igazából itt Jakab arra bátorítja a hívőket, hogy az Isten igének legyenek cselekvői, és egy nagyon jó okot elmond rá. És ezzel rátapintott egy vágyra a szívünkbe. Azt mondja, hogy legyetek
az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat, mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörbe nézi az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. És figyeljetek a 25-ös vers, de aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Boldoggá teszi cselekedete. Lehetünk olyan emberek, és ki ne vágyna ilyen embernek lenni, akit a saját élete boldoggá tesz. Ránézek az életemre, a cselekedeteimre, és örömöm van, örömöm fakad belőle. És ez Istennek a célja. Tehát ő ad nekünk útmutatást, hogy ez hogyan történhet meg velünk. De az normális, hogyha a szívünkbe följön egy vágy, hogy szeretnék egy olyan életet, amire a ránézek, nem fordul föl a gyomrom. Szeretnék egy olyan életet, amiben az emberek, ha rám néznek, jó dolgok jutnak az eszükbe. Lehetek egy olyan ember, aki szebbé, jobbá teszi a világot. Lehetek egy olyan ember, aki Isten dicsőségére van, még akkor is, ha nem tesz semmit. Én elgondolkoztam, hogy erre a tanításra készültem, hogy a világ tele van olyan dolgokkal, amire ha ránézünk, azt mondjuk, hogy azta. Még ez a bukott világ is. A természet tele van csodálatos dolgokkal, amik úgy valahogy Isten dicsőségét hordozzák magukba, annélkül, hogy bármi haszonnal bírnának. Egy nagy hegy. Nem olyan nagyon hasznos. De hogy ránézel egy hegyre, és azt mondod, hogy azta. Ránézel a természetbe dolgokra, és azt mondod, hogy azta. Sőt, néha ránézel emberi alkotásokra, és azt mondod, hogy azta. És lehetünk mi is ilyenek a világon, hogy valaki ránk néz, és azt mondja, hogy azta. Ez nem csodálatos? Nem jó dolog erre vágyni? Nem lenne csodálatos ilyen embernek lenni? Az emberi élet ezen a világon, az emberi jellem annyira kifacsarodott, hogy szerintem igazából minden vallásos töltet nélkül, minden kárhoztatás nélkül, Istennek való bizonyítási kényszer nélkül, vagy akár lelki büszkeség nélkül, anélkül, hogy én szentebb vagyok, mint te. Lehet egyszerűen vágyakozni arra, hogy egészséges, jó emberek legyünk, akik körül érdemes lenni, akikre lehet építeni, akikbe meg lehet bízni, akiktől ez a világ jobb lesz. Ez egy normális vágy. Ha keresztény vagy, ha nem. És tényleg, ha megnézzük, nem kell ez kereszténynek lenni. Sok ember szívében ott a vágy, hogy megváltozzon. Sok ember utálja az életét, utálja magát, és szeretne jobb ember lenni, csak nem tudja a kulcsát, hogy hogyan változhatna meg az élete. Isten nagyon is érdekelt ebben a változásban. És bár azt gondolom, hogy nem kell ahhoz kereszténynek lenni, hogy ez a változás megtörténjen, vagy nem, bocsánat, nem kell ahhoz kereszténynek lenni, hogy erre a változásra az ember vágyakozzék, viszont azt gondolom, hogy Isten nélkül lehetetlen ez a változás egy emberi életbe. Azért, mert Isten mégiscsak a teremtő. Tehát neki azért fullos hatalma van. Tehát ő tud dolgokat a semmiből teremteni, tehát nem lehetünk nagyon kemény diók számára. De ezen felül ő kinyilatkoztatja az igéjébe azt a vágyat, hogy ő szeretne átformálni méghozzá belülről. Isten nélkül az ember, amikor dolgozik az életén, nagyon gyakran csak kívülről tudja átformálni a dolgokat. Cselekedeteket, nagy nehezen, még egyszer mondom, nagy nehezen szokásokat át tud formálni. Nagyon korrektül tudunk képet mutatni magunkról, de nem véletlenül Jézus a hegyi beszédben nagyon sokat beszélt a szívről, hogy attól függetlenül, hogy milyen képet mutatunk magunkról, sokszor azt számít, hogy milyen a mi szívünk. És az ember egyedül a szívét nagyon nehezen tudja megváltoztatni. Föl tudunk venni nagyon kedves maszkokat, de még akkor is utálunk valakit, és meg szeretnénk folytani. De nyájasak vagyunk. Erre telik. Ezt meg tudjuk tenni. De amit Isten meg tud tenni, hogy ő megváltoztat szíveket. Ő belülről formál át embereket, életeket, gondolkozást. Gyökerestül átformál egy életet. És ez a szó, ez az átformálás, amit a Biblia jó pár helyen használ, ez a görög metamorfózis, ez a teljes lényegi átváltozás, átlényegülés, amikor egy hernyóból pillangó lesz. Mert ez történik egy hernyóval, átváltozik, mint lény.
ő nem egy repülőhernyó lesz, kedves repülőhernyó, hanem egy pillangó. És nagyon nagy a kettő között a különbség. És ez Isten vágya. Ez Isten vágya. És remélem nem felejtem el, mert a tanítás végén még ezt a képet vissza akarom hozni. Ha elfelejtem, akkor majd bánni fogom a dicsőítés alatt. És ezt a szót, ezt a átváltozás, átalakulás szót a korintusi levél, Pálnak a korintusiakhoz írt második levelében. Olvasunk erről a szóról, méghozzá a 3. fejezet 18. versében. Azt mondja, ez egy csodálatos vers, hogy mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Wow! Tehát miközben fedetlen arccal, mi szemlélhetjük Isten dicsőségét, mi átformálódunk, átváltozunk, átlényegülünk dicsőségre. A dicsőség szó az egy érdekes szó, és lehetne sokat beszélni róla, de a héberben ugyanaz a szó van a súlyra is, mint a dicsőségre. És én azt gondolom, hogy ez elmond elég sokat. Mert az emberi életből néha súly hiányzik. Súlyosság. És Isten akar adni egy olyan életet, aminek van súlya. Ami igazán élet. Amit érdemes élni. És a külső megváltozás nem segít. Tehát, hogyha átlényegülésről van szó, és mi nem hernyó pillangó képet akarunk használni, mondjuk disznó embert, akkor az a disznó, amit te lefürdetsz, fölöltöztetsz, kést és villázt adsz a kezébe, az a disznó nem változott meg, ugye? Ennél többre van szüksége egy disznónak ahhoz, hogy emberré legyen. És a nagyon kúlos cuccokat raksz rá, öltönybe ölteted, zarás öltönybe ölteted, attól még nem lesz az üzletember. Disznó marad. Isten át akar formálni bennünket. Méghozzá, figyeljetek rám, ő nem vallásos jó kisfiúkat és jó kislányokat akar az emberből nevelni. A legtöbb ember, aki a világban arra gondol, hogy mi lesz belőlem, hogyha én Istent követem, és Istenre gondolok, az van a fejében, hogy valami vallásos, ilyen torz, ilyen savanyú képű, bedobozolt kocka ember. De ez nem igaz. És hogyha a kereszténység ezt a képet adja, akkor nagyon tévedünk, akkor valamit nagyon rosszul csinálunk. Ő jellemes embereket akar belőlünk csinálni. Embereket, akiknek az életének van súlya, akiknek az élete, az úgy, amikor elmegy mellettem, egy hitetlen ember is rám néz, azt mondja, hogy ezt még én is látom. És mindegy, hogy az a keresztény az most művész, vagy pásztor, értelmiségi, vagy munkás ember, családos, vagy egyedülálló, de egy ember lehet, akiben ott munkálkodik, ott van Isten dicsősége. Valódi mélység van benne, valódi súlya van az életének. És tudjátok, ez nagyon fontos dolog, amit most mondok. Ha ez megtörténik egy emberrel, akkor ezt nem kell magyarázni. Ezt meglátják. Rád néz egy világi ember, és meglátja. De én azt látom, és ez nagyon sajnálatos, hogy sok világi ember, nem keresztény ember, keresztényekben nem azt a mélységet látja, nem a megbízhatóságot, a szeretetet, a különleges áltatosságot, a türelmet, a különleges szelídséget. Nem ez jut eszébe egy keresztényről, hanem mondjuk egy alkalmazottja, aki link, mert eldóg imádkozni. És az az alkalmazottja úgy gondolja, hogy ez milyen jó dolog, mert én lélekbe akarok járni egész nap. Sokszor nem keresztény emberek a keresztényektől arroganciát tapasztalnak. Lelki furcsaságokat. Beszélnek a szellemi harcról. Bocs, ma nehezen megy a munka, mert szellemi harcolok. Ez valahol nincsen rendjén. Ez valahol céltévesztés. Embereket, akik pörögnek a saját kis világukban, hullámzik az érzelmük, és mindenbe úgy tekintenek lesajnálóan a körülöttük levő keményen dolgozó emberekre, hogy ti ezt nem értetitek. Ti nem vagytok lelkiek, világiak vagytok.
De Isten ennél többet akar csinálni velünk. Jézus szerint egy keresztény embert a szeretetének kéne meghatároznia, nem másnak. És az, hogy keresztény vagy, fontos ezt tudni, nem jelenti azt, hogy szilárd és erős jellemed van. És az, hogy nem keresztény vagy, az nem jelenti azt, hogy nincsen jellemed. Mi keresztények gyakran tanulhatunk nem keresztény emberektől. És le kell pakolnunk magunkról azt az arroganciát, amivel úgy gondoljuk, hogy attól még, hogy valaki nem hisz Jézus Krisztusba, elejétől a végéig mindenben hibázik. És én mindenben jobban tudom. Néha én fiatal 25 évesen fele annyit tudok, mint egy 50 éves ember. Az élet dolgairól. Még akkor is, ha az az 50 éves ember nem hívő. És ezt be kell látnom, kell annyi alázat bennem, hogy azt mondjam, hogy ez így van. Nekünk keresztényeknek nincsen szükségünk arra, hogy folyamatosan meggyőzzük magunkat, meg a világot, hogy mindenki körülöttünk téved. Mert akkor van nekünk igazunk. Nem, nekünk nem ebbe áll a hitünk. Mi nekünk abba áll a hitünk, hogy azt mondjuk, hogy Isten igaz, és abba is áll a hitünk, hogy tudjuk, hogy mi meg bűnösök vagyunk, és ha tanulni kell, én tanulok bárkitől, akit az Isten az utamba hoz. És akarok tanulni mindenkitől, legyen az hívő, vagy nem hívő. Bizonyos dolgokban csak hívőktől lehet tanulni, az tény. De a lényeg az az, hogy a jellem, az valami, amit nekünk keresztényeknek is az életünk során tanulni kell. És lehet bennünk egy egészséges vágyakozás, ami nem ahhoz kapcsolódik, hogy a szüleink, a tanárbácsiaink, a pásztoraink mivel ütik a fejünket, hanem egy belső vágy. Tök mindegy, hogy anyám mit gondol, vagy a pásztorom mit gondol, vagy mit várnak el a gyülekezetbe. Én ember akarok lenni. Ember, aki megbízható, aki álhatatos, aki szelíd, aki alázatos, türelmes. Ember, aki tudja kezelni a pénzét, az idejét. Ember, aki tudja kezelni az embereket, a kapcsolatait. Ember, aki telve van szeretettel. Nem csodálatos, hogyha ilyenek leszünk? Nők, akik ragyognak, férfiak, akik ragyognak, akik tudják kezelni a másik nemet, akik tudnak beszélni, és a szavaiknak súlya van, de tudnak hallgatni is. Emberek, akik tudnak komolyak lenni, tudnak együtt érezni, de tudnak nevetni is. Tudnak úgy nevetni, hogy nem kell hozzá a környezetükbe senkit se kigúnyolni és megalázni. Emberek, akik élik az életet, sőt, élvezik az életet. És mégsem kell közben senkit se tönkretenniük, se magukat, se másokat maguk körül. Ilyen lehet egy jellemes ember, akinek az életének van súlya. Nem egy szent fazék, hanem egy ember, akinek az életének ott van a súly, ott van a szentség, ott van a tartás. De ez az átformálódás, az egy folyamat. És ott kezdődik, hogy mi erre vágyunk. De ahogy az elején mondtam, ez nem arról szól, hogy akkor most nekünk kell ezt valahogy létrehozni, mert a szívünket Isten formálja át, ő tudja átformálni, és sokak elképzelésével ellentétben ez nem így megy, hogy ting, tadam, megváltoztam. Íme Spurgeon. Oh. Tegnap tértem meg, ma meg már én vagyok Teréz anya. Ez nem így történik. Néha az átformálódás időt igényel, néha fájdalmat igényel, és Isten piszkosul ért hozzánk. Piszkosul tudja, hogy hogyan kell velünk bánni. Mindeközben mi néha nem értjük, hogy ő mit csinál, meg miért csinálja. De azt mondja a római levél, a 8. fejezetben, és ez egy nagyon gyakran idézett biblia vers. Azt mondja a 28. vers, Róma 8, 28 és 29, hogy azt pedig tudjuk, hogy akit Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott, mert akiket eleve kiválasztott, azokra eleve el is rendelte, hogy hasonlók legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Isten munkájában van, a központba fekszik az, hogy ő átformáljon, méghozzá fia képére. És én régen, amikor erre gondoltam, az jutott eszembe, hogy igazából a legtöbbünknek, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de egy jó feszület jut eszembe. Átformálni a fia képére. És azok a jó olyan feszületek, ahol Jézusnak ilyen nagyon hosszú arca van, és nagyon bárgyún néz, meg lehajtja a fejét, és így azt éreztem, hogy én nem tudok erre vágyni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én azon gondolkozom, szenvedek, hogy feszület legyen belőlem. Hát na tessék, nagyszerű az életem.
De Jézus nem egy szent kép, nem egy feszület. Jézus a legsúlyosabb személy volt, aki valaha a földön járt. Jézus a legjelentősebb személyiség volt. Ő a világ világossága volt. Ő egymaga fölforgatta az egész világot. Itt vagyunk 2000 évvel később. És még mindig róla beszélünk. Nem akárki volt ő. Ő egy ember volt, egy személy volt, akinek a szeretete megérintett mindenkit maga körül. Mindenkire hatással volt. Valakit az őrületbe kergetett, de nagyon sokakat megváltoztatott. És nem úgy volt hatással, mint egy politikus, vagy színész, vagy rockstar. Nem az arroganciája, nem a kiállása, nem azok a tipikus exhibicionista személyiségjegyek hatottak úgy az emberekre. Bár kemény volt, és ha kellett, akkor ezreknek prédikált. Hanem egyszerűen, ahogy élt, ahogy gondolkozott, a döntései, az irgalma, a szeretete, ahogy szolgált, hogy fönn is volt, de a közelükbe is volt. Én azon gondolkozom, ha Jézus itt lenne, és mi bármelyikünk találkozna vele, én azon gondolkozom, Jézus rám nézne, vagy rád nézne, és már a nézése megváltoztatna bennünket. Már ahogy odajönne, és szerintem nagyon sokszor ő nem elkezdene prédikálni, meg bibliórákat adni, csak rád nézne, megfogná a válladat, és úgy kezdené, hogy tudom. Tudom. És ez annyira megfog ő benne. Ő nem akármilyen személyiség volt. És bátor is volt. Kemény gyerek volt Jézus. Bátor volt. Nem egy trutyimutyi férfi, hanem egy bátor. Egy bátor valaki, aki szembeszállt mindenkivel. Aki fölállt és azt mondta, hogy miért ütsz meg engem? Aznap, amikor mindenki ellene volt, be akarták kínozni, keresztre akarták feszíteni. Nem mérges volt, nem csapkodott, nem vádaskodott, nem fenyegetőzött, hanem elmondta az igazságot békességben, és arcul csapták érte, és azt mondta, hogy miért csapsz arcul? Ha van valami vádad, akkor mondd meg nekem. De ha nincs vádad, akkor miért ütsz engem ok nélkül? Ő nem félt. Egy jellemes ember volt, ő élt, nem is akárhogyan. És rengetegszer úgy döntött, sőt végül teljességében, hogy lerakja az életét másokért. Na, erre a képre akar átformálni bennünket Isten. Emberek ki, akik igazán súlyosak. Emberek ki, akik igazán jelentőségteljesek. És azt mondja itt a 28-as vers, és ez az, amit sokan félreértünk, hogy ugye tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Akik Istent szeretik, akik megtértek Istenhez, akiknek az életében megtörtént a megtérés, az újjászületés, az az esemény, amikor te egyszer odamentél Isten elé, és lerendezted a kettőtök közötti kapcsolatot. Bevallottad, hogy bűnös vagy, és azt mondtad, hogy nem a saját utamon akarok járni, hanem a tiéden. Én akarok veled kapcsolatot, akarlak téged az életembe. Ha ez megtörtént veled, akkor azt mondja a Biblia, hogy az életedben onnantól kezdve minden a javadra válik. Minden. De ezt néha félreértjük, mert sokszor úgy interpretáljuk, hogy ez azt jelenti, hogy mindent, amit mi szeretnénk, Isten úgy intéz, hogy végül megkapjunk. Amire nagyon vágyunk, az végül megkapjuk. És akkor mivel mi szellemiek vagyunk, mi azért hozzá is tesszük, hogy ez persze nem megy egy-kettőre, de végül megkapjuk, ugye? Ha. Tehát, hogy mi hajlandó vagyunk várni akár egy hetet. Figyelj Isten, hónapot is, ha kell. De az én tapasztalatom az, a keresztény életben, hogy Isten nagyon úgy tűnik nekem, számomra, hogy nagyon gyakran nem munkálkodik teljes erőbedobással az én vágyaim megvalósításában. Tehát Istenként én úgy gondolom, hogy azért néha lehetne ennél sokkal hatékonyabb, mint amilyen. A vágyaim teljesítésében. Lehetne hatékonyabb, és lehetne valaki, aki igazán rááll az ügyre, ami szerintem fontos, ami szerintem egy Istennek valójában dolgozni kéne, ha szeretne engem. És én föl tudnék sorolni jó pár olyan dolgot a saját életemből, a körülményeimből, amiben szeretném, hogy változás történjen. És nem történik.
Pedig Istennek ez egyszerű lenne, nem? És nem történik. És ez veletek is így van, úgy gondolom, vagyis igazából remélem. Nem vagyok ezzel egyedül. Valaki szeretne más munkát, valaki szeretne családot, valaki szeretne más gyülekezetet, más barátokat, szeretné, hogy emberek máshogy legyenek maga körül, szeretnél egy párt, vagy épp most már szeretnél inkább egyedül lenni, szeretnél egészséget, szeretnél békességet az ellenségeittől, szeretnél lakást, pénzt, nyugalmat, lehetőségeket, szeretnél egy rakad dolgot. Aztán persze vannak olyan időszakok, amik még nehezebbek, amikor tragédiák történnek. Amikor szeretnéd, hogy véget érjen ez a rémálom. És az ember fölteszi a kérdést, hogy Isten hol van? Hol munkálkodik ő a javamra? Mert nem érnek véget a dolgok, nem változnak meg a dolgok. Mi történik? De én most kezdem megérteni, vagyis igazából újra és újra rádöbbenek erre az igazságra, hogy Istennek az a munkája, amivel mindent a javunkra formál, az máshogy működik, ahogy én gondolom. Mert azt mondja itt a 29-es vers, és úgy kezdődik a 29-es vers, hogy mert. Megindokolja, hogy miért mondja azt, hogy minden a javunkra formál, vagy javunkra szolgál. Mert, és elkezdi azt kifejteni, hogy Isten a saját fiának a képére formál bennünket. Tehát ez az, amin dolgozik. És úgy tűnik számomra, az életemet tekintve, hogy Istennek néha fontosabb az, hogy bennünket valamivé tegyen, mint az, hogy valami megvalósuljon az álmaink és a vágyaink közül. Mintha nem mindig az lenne az ő munkáinak központjában, hogy megkapjuk azokat az életkörülményeket, amikre nagyon-nagyon vágyunk. És ne értsetek félre, és ezt leszeretném szögezni, ez nem azt jelenti, hogy Istennek nem fontosak a vágyaink. Sőt, ő nem szűkmarkul, nem egy ilyen kicsinyes Isten, aki azt mondja, hogy kit érdekel, hogy te mit akarsz. Ő nem ilyen. És ezt ki is fejti pont a római levél, hisz ezt mondja a 31-es, 32-es vers, hogy mit mondjunk tehát erre, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent? Tehát Pál egy ilyen kifejezést ad, hogy ne ajándékozna Isten mindent? Hogy ne törődne a mi vágyainkkal? Ő olyan mértékig törődik velünk, annyira foglalkozik azzal, hogy nekünk jó legyen, hogy ő a legdrágábbat kifizette. Hogy ő odáig képes volt elmenni, hogy a saját fiát föláldozza értünk. Annyira fontosak vagyunk mi neki. Annyira fontos a mi életünk. De mégis gyakran nem adja meg azt, amire vágyunk, vagy úgy, ahogy vágyunk, nem? Ugye? Tehát nem tudom, hogy veletek hogy van, de Isten időzítése egyáltalán nem nincs harmóniában az én időzítésemmel. Én mindig mondom neki, hogy lehetne egy sokkal harmonikusabb kapcsolat közöttünk. És megmutatom, hogy miben kéne változnod ehhez. Általában három reakció jön föl egy emberbe, amikor a vágyai nem teljesülnek. És én most nem arról beszélek, hogy néha a vágyad az, hogy tényleg valami iszonyatos fájdalom megszűnjön az életedbe. És nem az a vágyad, hogy legyen már egy Ferrari-m. Tehát én nem lekicsinylő vágyakról beszélek. Kicsikről, vagy nagyokról, fontosakról, vagy kevésbé fontosakról. De a keresztények néha gyorsan kitalálnak válaszokat, variációkat. Az egyik a szuperszellemi reakció, hogy nem is, nincs is vágy, meg kell tagadni. Mert Krisztus elég. Tehát az, hogy most van-e társam, vagy nincs, az nem számít. És állandóan kudarcot élünk meg az életünkben, mert ez nem igaz, az ember nem így van összerakva. Mi igenis vágyunk arra, hogy legyen egy társunk, és hogyha ez nincs meg, akkor mi érezzük a hiányát, és nem tudjuk megtagadni ezt. De Isten nem is ezt kéri. És amikor a vágyaink beteljesülnek, nem is akar ezzel vigasztalni bennünket, hogy kisfiam, üljél a helyeden, és ha igazán szellemi lennél, akkor most elégedett lennél. Aztán van a másik, az idealisztikus reakció. Hogy előre lefestjük, hogy Isten épp mit csinál, és mégis hogy történik meg a mi vágyunk végül. Most biztos azért nem jön ez létre, mert ez is ez lesz, és akkor utána meg majd megtörténik. És ezzel felkészítjük magunkat olyan csalódásokra, hogy belerecsenünk. Mert néha a mi kis idealisztikus világunkat egyáltalán nem támogatja a realitás. Aztán van a törvényeskedő megoldás.
Hát persze, Isten megcsinálja már csak ezt és ezt, és ezt kell nekünk megtenni. Hitben elvenni, ezt megtagadni, ezt megkötözni, azt rámondani, gyorsan imádkozni, böjtölni hozzá, és íme, ennyi kell a levesbe, és kész, megvalósul. De én úgy gondolom, néha mind a három reakciót is választ, kidobhatnánk a kukába. Mind a hármat. És néha kimondhatjuk, hogy nincsen válaszunk. És tudom, hogy ez azt jelenti, hogy némelyikőtök életében már-már azt mondjátok ki, hogy én nem tudom, hogy Isten miként munkálkodik a javamra. Hogy egyáltalán igaz-e, hogy ő a javamra munkálkodik. És lehet, hogy itt ma, épp most, miközben erről beszélek, te egy nagyon kilátástalan helyzetben vagy. És kiáltasz Istenhez, és nem érted, miért nem változnak meg a dolgok. Lehet, hogy valaki itt egy betegségben szenved. Lehet valakit veszteségért. Lehet, hogy egy kapcsolatban vagy, amiben hiába vágyakozol, vagy egy kapcsolatban vagy, amiben dolgok elromlottak, és nem tudod, hogy javíts meg. Lehet, hogy egy rabsággal küzdesz, lehet, hogy magánnyal küzdesz, lehet, hogy nélkülözöl, és azt érzed, nem változnak a dolgok, pedig olyan egyszerű lenne, ha csak valaki, akinek akkora hatalma van, mint Istennek, lenyúlna és megváltoztatná itt a dolgokat, nem? Ott van ez bennünk, hogy annyira kevés lenne ez Istennek, hogy ide jöjjön, és csak mondjon valamit, egy megoldást erre az egyenletre, gyorsan, azonnal. Valamit mondjon már. Egy tiszta hangon, hát nem látja, hogy érzem magam. Van egy ilyen jelenet a Narnia krónikáiban, amikor az egyik srác, már nem is tudom melyik, két srác közül, mondja a baját Aszlannak, az oroszlánnak, aki nem válaszol, és azt mondja, hogy miért nem érdekel téged, hogy mi van velem. És egyszer csak megjelenik egy óriási könyv az oroszlán szemébe. És Isten is ilyen, tehát Isten nem hagyja hidegen az, amin végigmegyünk. De nincsenek leegyszerűsített válaszok, hogy mégis miért nem avatkozik bele úgy, ahogy mi elvárnánk. És nincsen rosszabb a kereszténységben, mint egy leegyszerűsített válasz. Nincsen undorítóbb, szörnyűbb, kiábrándítóbb dolog, mint amikor bemész egy gyülekezetbe, és elmondják neked, hogy ez is ez vagy, és te megpusztulsz belül, de még rádaggatják azt a terhet, hogy ez itt a válasz, amit nem érzel válasznak, de most már itt a elvárás, hogy úgy csinálj, mint aki megkapta a választ. Igen, most már minden jó. Én is jobban érzem magam. De közben nem érzed jobban magad. Nincsenek leegyszerűsített válaszok, de amit én megláttam, valamit, ami mégiscsak valahol egy válasz, legalábbis az én küzdelmeimre, az én szenvedéseimre, valami, amit megláttam, amit igenis megragadhatunk, amiről beszél az ige, hogy az, hogy Isten csendben van, és távol van, és úgy tűnik nem munkálkodik, hogy nem hallod a hangját, nem érzed a jelenlétét, az nem jelenti azt, hogy ő eltűnt, és ő nem munkálkodik kevésbé a te életedben most, hogy nem érzed, meg nem látod, hogy reagálna a kérésedre. Ő nem munkálkodik kevésbé az életedben, mint akkor, amikor nagyon közelinek érezted magadat hozzá, amikor tisztán hallottad a hangját, amikor nap mint nap szólt hozzád, és szabadított, és munkálkodott, és mint egy hős vágta körülötted az ellenségeket. Ő nem kevésbé Isten, ő nem kevésbé szeret, ő nem kevésbé törődik. És most is történik valami. Most ebben a pillanatban a te életedben. Ha te megtértél Istenhez, semmi, de semmi nem történik hiába valóan. Nem mondhatod ki, nem igaz az, hogy most az életemet csak ez a gyengeség, vagy ez az emberi gonoszság, vagy ez az emberi betegség, vagy ez a hiány határozza meg, mert mindenen felül ott van egy isteni akarat, Isten szeretete. Az Isten keze, ami rányomja a pecsétet, hogy igen, ez mehet a te életedbe, mert én jó vagyok, és úgy gondolom, hogy ez jó lesz. Bármi is az, amin átmész. A keresztény életben van olyan időszak minden ember életében, amikor nem értjük, hogy mi történik, amikor nem látjuk, hogy Isten mit csinál. És ezekben az időszakokban mi megtelünk félelemmel, vagy haraggal, vagy reménytelenséggel. De fontos meglátni. És még
Egy dolgot láttam, hogy ezekben az időszakokban igenis fölmerül a kérdés mi bennünk, hogy vajon ez túléli a hitem? Hogy én túlélem ezt? Hogy én ezek után én nem tudom már mi lesz. De hadd mondjam el, hogy Isten munkálkodik, és ezen a munkálkodó Istenen áll a mi hitünk. Néha Isten visszavonja az ő jelenlétét, és az aktív közbenjárást, hogy egy fontos leckét megtanítson az életről. Van ilyen. A lecke végén minden megváltozik bennünk. És ahogy mondtam, hogy szeretném a példát felhozni a hernyóval, meg a pillangóval. Én nekem Isten egy nagyon-nagyon érdekes módon egy nagyon fontos igazságot mutatott meg. Én nem néztem nagyon, meg egy jó ideje, nekünk nincsen tévé, nekem nem volt tévé, mert nem néztem tévét. A lényeg az, hogy megjelentek a sorozatok ugye DVD-n, és én elkezdtem nézni a Lost című sorozatot. Nem jutottam nagyon messze, de emlékszem, hogy az első évadját néztem, és volt egy rész, amiben Isten hihetetlenül szólt hozzám. Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy szent lélekkel telt a Lost, mindegy, ez csak vicc. De volt egy szereplő, arról szól, hogy egy repülőgép lezon egy szigeten, nem tudom, biztos néztétek, vagy lehet, hogy nem, de arról szól, hogy egy repülőgép lezon egy szigeten, és vannak túlélők, és főleg az elején ennek a sorozatnak minden egyes rész a túlélők életéről szól, és arról, hogy az egész lezuhanás, ez milyen gyökeres változást hozott az életükbe, a jellemükbe. Meg így valahogy még bemutatták a múltjukat, meg a gondjaikat, meg az, hogy mint hogyha tényleg valami átformálná őket. És volt ebbe az egyik szereplő, egy drogos srác volt, aki sutyiba mindig szívta a heroint, és volt egy fickó, aki kezdte kapizsgálni, hogy valami jelentősége van annak, hogy lezuhantak. És az egy fickó onnan kapizsgálta, hogy a lezuhanás előtt béna volt, és valahogy úgy kelt föl a lezuhanás után, hogy tud járni, amit senki nem tudott rajta kívül, de hát ő onnantól kezdve egy kicsit úgy gondolta, hogy itt valami történik. És a lényeg az, hogy ez a fickó rájött arra, hogy a drogos az ugye drogos, és egyszer csak mondta neki, hogy abba kéne hagynia. És hát mondta a srác, hogy hát figyelj már, úgyis még egy-két hét, amíg kitart, most nem tök mindegy, hogy abba, hogy mit vagyunk lezuhanva vagy üres szigeten. És ránézett a fickó, és azt mondta, és innentől kezdve kezdett el Isten nagyon szólni hozzám, hogy tudod, most még van választásod. Két hét múlva, amikor elfogy a drog, akkor nem. És éppen vadásztak, és mutatott egy megfogott vadállatra, és azt mondta, hogy ettől a vadállattól az erre való döntésed szabadsága különböztet meg. És azt mondta, hogy adja oda neki ezt a drogot. És akkor a fickó odaadta neki az anyagját, és utána, hogy elkezdődtek az elvonási tünetek, egy fél nappal később visszajött, hogy szeretné visszakapni. És annyit mondott neki ez a ex-béna ember, hogy következőt mondom neked. Adok 3 lehetőséget, hogy visszakérd ezt az anyagot, és amikor harmadszorra kéred, akkor visszaadom. És fickó teljesen kiakadt, hogy ezt miért csinálja vele. A lényeg az, hogy másnap visszament másodjára. És mondta neki, hogy adja oda azonnal. És azt mondta, hogy ez volt a második lehetőséget, hogy visszajöttél még egy, és odaadom neked. És akkor mondta neki, hogy miért csinálod ezt velem? Miért nem dobod bele a tűzbe? És akkor vége ennek az egész mizériának. És akkor azt mondta, hogy gyere velem. És odavitte egy fához, ahol volt egy bebábozódott hernyó. És azt mondta, hogy ez egy különleges lepkefajta, egy különleges hernyóból. És a bábnak a tetején levő kis lukon látod azt, hogy ez a hernyó, ez már átalakult, és közel van ahhoz, hogy kijöjjön belőle a lepke. Már csak arra van szükség, hogy ez a lepke szétfeszítse ezt a bábot. És belül ez a lepke küzd, majd bele pusztul, hogy kijöjjön. És ha én most fognám ezt a kést, és úgy gondolom, hogy segítek neki, és felvágnám ezt a bábot, azzal tenném őt teljesen életképtelenné. És ezt látom a keresztény életben is, hogy Isten igenis, ahogy egy lepke átalakulásánál szüksége van a lepkének ahhoz, hogy egy megerősödött lepkeként jöjjön ki a világba, arra, hogy maga küzdje ki magát. Isten igenis hagy az életünkbe olyan küzdéseket, aminek a végén magunkra nézünk, és azt mondjuk, hogy én új ember lettem. Pedig lejöhetne
Sting megváltoztatna itt dolgokat, kiszedhetne a helyzetünkből, de nem teszi. Nem teszi. És a végén magunkra nézünk, és azt mondjuk, hogy jól csináltad, Isten. Köszönöm. Köszönöm, hogy nem tetted. Nagy titka az életnek, hogy fontosabb annál, hogy mi van az életünkben, az, hogy hogyan éljük az életünket. És Isten ezt látja. Sokan azt gondoljuk, hogy az életünk attól lesz boldog, attól lesz jó, hogy ez meg ez meg ez megvan nekünk. De ha megnézitek csak a realitást, ha kinéztek a világba, vannak emberek, akiknek nagyon-nagyon sok mindenük megvan, és nagyon nyomorultul élnek. És vannak olyan emberek, akiknek nagyon kevesük van, és mégis egy olyan életet élnek, ami irigylésre méltó. Isten ezt tudja. Ő szeretné, hogy olyan emberek legyünk, akiknek az élete nem arról szól, hogy minden percben a körülmények megváltoztatásával próbálkozunk. Az emberek alapból ilyenek, mi ilyenek vagyunk. Azt akarjuk, hogy megváltozzanak a körülmények olyanra, ahogy én azt elképzeltem. De Isten vágya, hogy olyan emberek legyünk, akik szabadok, akik tartással élnek, akiknek szinte azt mondhatnám, nincs szükségük csodára nap mint nap, hogy tudjanak élni, mert meg tudnak állni ebbe a világba, tudnak harcolni, szembe tudnak nézni nehézségekkel, szembe tudnak nézni az élet keménységeivel, és nem omlanak össze benne. Nem menekülnek el idealisztikus dolgokba, hogy jaj, ez nem is történik velem. Hanem emberek, akik átmennek ezeken nemes harcosokként, akik a hit nemes harcát vívják meg, akik emelt fővel tudnak végigmenni az élet legnagyobb nehézségein. Ez az, amit csinál Isten. Ezért van az, hogy néha nem húz ki bennünket azokból a küzdelmekből, amikből már nagyon szeretnénk kikerülni. És amikor egy-egy ilyen időszak véget ér, visszanézünk, azt mondjuk, megérte. Ó, minden perce megérte. És Isten igaz, és Isten jó, és Isten pontosan tudta, mit csinál. És mennyire megérte, és magunkra nézünk, és azt látjuk, hogy egy más ember van itt. És örülök, hogy ez az ember vagyok, és nem más. Örülök ennek. Örülök. A zsidók levele azt mondja, és ezzel fejezem be, hogy nevesd meg, fiam, a zsidók levele 12. Fiam, nevesd meg, 5. verstől, az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, aki fiaivá fogad. Itt nem csak arról van szó, hogy az Úr, aki büntet, aki csak fenyít, hanem ez a vers bemutatja az Urat, mint edzőt. És az edzők gyakran olyan dolgokra kényszerítenek, amik fájdalmat okoznak, hogy kihozzák belőlünk a maximumot. És azt, hogy folytatja a zsidók levelének szerződje, szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiáival. Hát milyen fiú az, amit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségben részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Isten nem azt mondja, hogy csinálj úgy, mintha jó lenne a rossz. Az tudathasadás. Az időszakok, amiken átmegyünk, azok nem könnyűek, és senki nem várja el tőletek, hogy azt mondjátok, hogy könnyűek. Senki. Senki nem várja el tőletek, hogy begyertek ide, mosolyogva ugrándozzatok, hogy jó az Úr, amikor nem érzitek így. De azt is mondja, hogy ne vessétek meg ezeket az időszakokat. Könnyű, amikor visszatekintünk, és azt mondjuk, hogy az Úr jó volt. De amíg benne vagyunk, annyit mond a Biblia, ne vessük meg. Ne vessük meg. És aki átment sok ilyen időszakon, ahogy a római levél mondja, a nyomorúság áltatosságot hozott, az áltatosság meg kipróbáltságot. És a kipróbáltság már reménységet. És ahogy telnek az évek, egyre kevésbé esünk pánikba. Egyre kevésbé omlik össze a világ. Egyre több remény van bennünk, hogy amit Isten csinál, az jó,
és tényleg a javunkra teszi. És ami a végén bennünk születik, az életünkbe születik, az az igazság békességes gyümölcse. Az igazság, ami szabaddá tesz. Az élet, ami szabad és telve van békével. Na ez az az irány, ez az az út, ahova Isten vinni akar bennünket. És én erre vágyom, és remélem ti is. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, én köszönöm, hogy ismerhetünk téged. Köszönöm azt az elképesztő, csodálatos munkát, amit bennünk végzel. Én köszönöm, Uram, azt, hogy szeretsz bennünket. És te tudod, hogy mi történik velünk. Hogy mi az, ami folyik most az életünkbe. És Uram, mi hálát adunk azért, hogy egy új embert faragsz belőlünk. Egy másfajta embert. Egy gerinces embert. Egy embert, aki Isten dicsőségére él, akiben ott a súly. És én imádkozom azért, Istenem, hogy érints meg olyan embereket, akik eddig egyedül voltak, akiknek nincsen kapcsolatuk veled, akik azt se tudják, milyen az, amikor Isten munkálkodik az életükbe, és vezesd őket valahova, ahova te szeretnéd. Vezesd őket emberekhez, Uram, akik beszélnek rólad. Vezesd őket magadhoz, Uram. Mi dicsőítünk és magasztalunk téged azért, aki te vagy, amilyen vagy, amit te teszel. Köszönjük neked azt, Uram, hogy benned bízhatunk, hogy értünk munkálkodsz és nem ellenünk. Legyen áldott a te neved, Uram. Amen. És most én a következőre szeretnélek kérni titeket, ahogy ez a következő egy hét bődben és imában arról szól, hogy Isten formálja az életünket, hogy bennünk munkálkodjon. Én szeretném azt, hogy ti forduljatok oda valakihez, aki ott van mellettetek, körülöttetek, és imádkozzatok, akár a saját életetekkel kapcsolatban, amit szeretnétek, hogy Isten tegyen. Mondjatok egy vagy két dolgot, amit szeretnétek, hogy Isten végezzen az életetekben. Eszetekbe juthat esetleg egy testvéretek, családtagotok, itt a gyülekezetben valaki, akinek az életében szeretnétek, hogy valami történjen. És csak kérjétek meg Istent, kérjük meg ma Istent, hogy munkálkodjon, ő szívesen teszi. És én befejezem egy imádsággal, jó? Szóval, mielőtt elkezdünk dicsőíteni. Forduljatok egymáshoz. Hajrá! Az is eszembe jutott, hogy imádkoztok, hogy áldjátok meg egymást, hogyha a mellettetek ülővel kapcsolatban van valami a szíveteken. Én hiszem azt, hogy ma este esetleg proféciák is elhangzanak, és olyan imádságok, amiket te magadért nem kértél volna, hanem Isten a testvéredbe hozott föl. Szóval imádkozzatok egymásért is, jó? Most hagyunk erre egy kis időt.
És ahogy mennyi atyám, nagyon sok kérés hangzik hozzád, és még lehet, hogy dicsőítés alatt is hangzani fog hozzád, Uram. Kérlek, hallgass meg bennünket, és gyere munkálkodj a mi életünkben, testvéreink életébe, itt a gyülekezetben. Uram, kérlek, hogy ebbe az egy hétbe tényleg mutasd meg a te hatalmadat, hogy hogyan tudsz átformálni dolgokat. Kérlek, ha lehet, Uram, hozz szabadulást bizonyos helyzetekből. Én tudom, hogy itt vannak szenvedők, vannak küszködők, vannak magányosak, vannak megsebzettek. Kérlek, hozz szabadulást, Uram. Amilyen gyorsan csak lehet, Uram, mi kiáltunk hozzá, de bízunk benned, hogy te pontosan tudod, hogy mit csinálsz, Uram. És Istenem, én arra kérlek, hogy érints meg, Uram, a családjainkba embereket, Uram, akik még nem ismernek téged, Uram. Érints meg itt ma este embereket, akik még nem ismernek téged, Uram. Mennyi atyám, én köszönöm neked, hogy itt vagy velünk, és mi szeretnénk dicsőíteni téged. És tudni azt, Uram, hogy te jót munkálsz, a javunkra formálsz mindent, ami következik. És eddig is ezt tetted, és most is ezt teszed. Legyen áldott ezért a neved. Amen. Amen. Dicsőítsünk, ha még akartok, imádkozzatok tovább is. Hogyha bárki van itt ma este, aki úgy érzi, hogy nem is ismeri ezt az Istent, akiről én beszéltem, mit leszünk a Gergő is, meg én is, nem tudom, többiek most nincsenek itt, de szívesen imádkozunk veletek, és másik Gergő is itt van, hogyha szeretnéd csak megismerni ezt az Istent személyesen, és hogy elkezdje ő személyesen a munkát az életedbe. És még dicsőítsünk, még mielőtt hazamegyünk egy kicsit, emeljük fel az ő nevét, jó? Ez a húsvér templom téged.
dicsér szíve minden húrja, rólad muzsikál. Ez a húsvér templom, téged dicsér szíve minden húrja, rólad muzsikál. Változtasd meg szívemet, mert tőled árad rám a kegyelem. Uram, beismerem, hogy gyengeség van még bennem, de van szabadító. Féltő szereteted, jöjj közel, tarts jelenléted. Ahogy várlak, felkelek, mint sasmarát, és szárnyalok veled, a te szellemed vezet a mennyhez közeled. Uram, itt vagyok, tartsd meg szívemet, mert tőled árad rám kegyelem. Uram, beismerem, hogy gyengeség van még bennem, de van szabadító. Féltő szereteted, jöjj közel, tarts jelenléted. Ahogy várlak, felkelek, mint sasmarád, és szárnyalok veled, ha te szellemed vezet a mennyhez közeled. Árazd rám szent kenetedet. S ahogy várlak, felkelek, mint sasmarád,
barát, és szárnyalok vele, a te szellemed vezet a mennyhez közelebb. És szárnyalok vele, a te szellemed vezet a mennyhez közelebb. És szárnyalok vele, a te szellemed vezet a mennyhez közelebb. Amin van, hozom leteszem a keresztnél, legyen minden csak tiéd, Uram. Minden lépés, minden szó legyen tiszta, mint a hó. Bármit tervezel.
tél, legyen meg örökké az egész életem. Átadom, hadd legyen tiéd, velem bármit terveztél. Hadd legyen tiéd, velem bármit terveztél, legyen meg örökké az egész életem. Átadom, hadd legyen tiéd, velem bármit legyen tiszta, mint a hó, ahol járok, te legyél az út. Igen, Atyán, kérünk téged, hogy te legyél a mi életünk, és te legyél az utunk, ahol járunk, és ragaszkodni akarunk hozzád, bárhol vagyunk, bármilyen életszituációban vagyunk, bármilyen nehézségeken is megyünk keresztül, beléd, mint kősziklába szeretnénk ragaszkodni, Atyám. Amen. 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 Milyen jó hely, ahol abba adjuk Isten dicsőítésével, és azzal, hogy amit ő akar, az legyen meg teljesen az életünkben. Amúgy ezek nem könnyű szavak, ezeket kimondani, nem? De ő az egyetlen, akiben lehet annyira bízni, hogy ezt ki lehet mondani. Hát Isten áldjon benneteket a következő egy hétben. Még egyszer, hogyha szeretnétek imádkozni menni, akkor holnap este a Kövér Lajos utca 21-25 szám alatt. Portásról kérdezzétek meg, hogy hol van a gyülekezeti terem. Ő elmondja. Ott lesz olyan ima alkalom, ahol nem csak a mi gyülekezetünkben, hanem sokféle gyülekezetből gyűlnek össze. Szerdán lesz alkalom még. Holnap este itt is lesz alkalom, de ez nem jó alkalom, hanem az biblióra. Péntek este 6 órától, és jövő hét vasárnap 6 órától, hogyha előbb jöttök, akkor itt együtt tudunk imádkozni. És jó éhezés. Jó étvágyat a következő egy hétre mindenkinek. Isten áldjon benneteket, legyen egy nagyon jó hetetek. Sziasztok!